A közösségi élmények erősítik az emberi kapcsolatokat, mondta Zérci László, amikor a bodroghalászi falunap létjogosultságáról beszélt. A Sárospataki Városrész önkormányzati képviselője azt is hozzátette, a már hagyományosnak mondható falunap kora reggel a horgászok versenyével kezdődött, kora délután főzőversennyel folytatódott. És 2 órakor kezdődnek általában a gyerek jellegű programok. Ebben az évben a plastikese, mazsoret csoportosai léptek föl, triál bemutatón vettek részt, és hát ahogy itt látni, körbe végül is választékos lehetőségek vannak, a trambulin, a csúszda, a cukorágyú, az árusok, ügyességi versenyek. Talán az érzékelhető is, hogy ilyenkor a résztvevők nagy többsége az gyerek, kiskorú, fiatalkorú, és ez is a cél, hogy délután elsősorban a gyerekeknek biztosítunk programot, este pedig a felnőtteknek. A főző versenyt évek óta Vitányi János koordinálja. Ahogy mondta, minden éven hív egy mesterszakácsot, valamint 2 asszonyt is választ maga mellé a zsűribe. Őket csak az utolsó negyed órában és véletlenszerűen értesíti, hogy valóban függetlenként tudják értékelni az elkészült ételeket. Klasszikusnak számítanak a különböző gulyások, pörköltök, de idén is volt meglepetés. Azt látom, hogy egy babgulyással, egy pörkölttel, egy paprikással azzal lehet helyezéseket elérni. Azzal lehet, mert az mindig olyan íz, ami magyarok szájába azért belefér. Akkor inkább az ilyen tipikus magyaros ételekkel jelentkeznek. Igen. Tehát különleges ételek nincsenek, kifejezetten az, ami a magyar ember szájába lehet rágni. Volt olyan, ami meglepett az idei évben? Egy szempontból igen, egy étel volt, egy hal paprikás, ami itt ugye nem volt divat, mert a vadból, a disznóból, kakasból, csibéből, mindenből volt paprikás, de ez a hal paprikás, ez meglepett engem is, amelyet, hogy nagyon jó íze volt. A nagy létszámú rendezvényen arra is volt lehetőség, hogy egészségügyi állapot felmérésen vegyenek részt a lakosok, hiszen a városi rendelőintézet munkatársai gyors teszteket is végeztek. Elsősorban testsúly, magasság alapján testzsír összetételt nézünk, vércukrot, vérnyomást. Ezek a paraméterek adnak egy olyan kezdeti információt, ami bármilyen későbbi egészségromlást meg tud előzni azáltal, hogyha a paraméterek rosszak, akkor rögtön háziorvoshoz irányítjuk a lakosokat. A bodroghalászi falunap természetesen utcaballal zárult.